sajtótájékoztatót tartják, dr. Szűcs Lajos, Pest megye közgyűlésének elnöke, a megyei önkormányzatok országos szövetségének elnöke. Valamint Gerencsi Attila, Somogy megye közgyűlésének elnöke, a megyei önkormányzatok országos szövetségének társelnöke. Bizony a minden jelenlévő számára ismert az oka, miért itt vagyunk. 2011. július 14-én Orbán Viktor miniszterelnök úr, valamint a 19 magyarországi megye elnökei és a megyei önkormányzatok országos szövetsége megalapodtak a megyerendszer átalakítására. E megállapodásra mérföldkörökre érkeztünk, a mai sajtótájékoztatón e megállapodás tartalmáról és jelentőségéről számolnak be elsőként dr. Szűcs Lajos, majd Gerencsi Attila. A megjelent kollégákat arra kérem, hogy ezután tegyék fel kérdéseiket, melyekre természetesen szívesen válaszolunk. Mielőtt azonban elkezdenénk, egy érdekes tényre szeretnék fejlődni a jelenlévő figyelmét. 2011. év számunkra azért is különleges, mert idén 200 éve, hogy az újjáépülő Várt-megyeháza első ütemét a mai komplexum központi Hirdy János tervei alapján épített részét befejezték. Abban az időben ez az építkezés különleges, tehát a szimbolikus jelentősége bírt a Várt-megyék és az önkormányzatiság megerősítéséért az emberek számára. Alkalmasabb helyszínte hát nem is találhatunk volna a mai sajtótájékoztatóra, tekintette a téma jelentőségére, és még egyszer külön is köszönjük éppen ebből az otthon, hogy elfogadták a meghívásunkat. Most pedig felkérem dr. Szűcs Lajos elnök urat, hogy tartsa meg beszámolóját. Én tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégáim, azt a kollégám is elmondta, hogy a elmúlt héten találkozott a miniszterelnök a megyei önkormányzatok elnökeivel, és gyakorlatilag egy olyan megállapodást kötöttünk, amelyik az új önkormányzati törvényhez kapcsolódóan az új feladatrendszert próbálja meg meghatározni. A múlt heti tanácskozásnak az érdekessége, hogy utána még azon a beszélt kiadtunk egy sajtónyilatkozatot, majd ezt több sajtóorgánon is leközölte, és aztán ezután például nagyon érdekes volt, hogy a mai napon azt a azok a gyerekelnek meg, hogy kiüresednek a megyék, elveszítők a feladatokat, és ezt úgy jelentették be, mint hogyha olyan információkat szereztek volna, amik nagyon ebben a helyzetben. Készültünk erre a mai sajtótájékoztatóra, és azt szeretnénk benne legelőször is leszögezni, hogy ez egy olyan átalakítás, amely nem elsősorban a megyei önkormányzatokat, hanem az egész önkormányzati rendszer fogja érinteni, és az egész önkormányzati rendszert fogja átalakítani. És abból indultunk ki, hogy olyan feladatrendszert szeretne magának a önkormányzati rendszer, ami valódi döntési lehetőségeket és valódi feladatokat jelent. Az első és legfontosabb, hogy ezt mindenki látja már a kormányhivatalok felállításával kapcsolatban, hogy az állam a közigazgatási feladatokat nem kívánja választani, és az állam saját maga óhajtja ezeket megoldani. Ebből kiindulva tehát azok az állami feladatok, amik jelenleg a önkormányzatoknak vannak, azokat is az állam magához fogja vonni a következő időszakban. Viszont vannak olyan feladatok, amiket eddig is, meg ezután is a önkormányzatoknak, meg közötte a megyei önkormányzatoknak kell ellátnia. Úgyhogy sem kiüresedésről, sem feladatcsökkentésről igazából nem tudok beszámolni, hiszen a terület fejlesztés és a terület rendezéssel kapcsolatos feladatok eddig rendkívül sok helyen és szétszórva voltak elhelyezve, és ezt a helyzetet próbáljuk meg most orvosolni azzal, hogy a megyei önkormányzatok lesznek a gazdái ennek a kérdésnek. Természetesen nagyon sok tárgyalás van még ebben a kérdésben, nagyon sok izgalmas kérdést kell meg válaszolni, és nagyon sok törvényt, jogszabályt kell megváltoztatni a következő időszakban. De emellett azért a területfejlesztéshez kapcsolódó olyan feladatoknak az ellátását is magunkra fogjuk és magunkra szeretnénk vállalni, amik eddig is nálunk voltak, ilyen például a turizmus, a közgyűjteményeknek a kérdése, és természetesen az oktatási és
fog még megtörténni, amelyik ezt az izgalmasnak nem igazán tűnő, de fogja majd ezt izgalmasabbá tenni. Megköszönöm el a figyelmüket, átosadom Attilának. Nagyon nagy tiszteletben köszöntöm én is önöket, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásokat. Magyarország az elmúlt az eszterületben egy rendkapcsolatban is finanszírozó szabadon országával. Ezen belül az önkormányzati rendszer is fenntartóan és finanszírozó szabadonnal vált, melyben a rendszer egyensúlytalansága egyre elviselhetetlenebb mértéket öltött. A működési kontroll hiányát jellemezte, a hatékonyság és a gazdaságossági problémák merültek fel, és mindez úgy jelentkezett, hogy az adósságállomány helyesebben inkább úgy mondom, hogy a deficit az folyamatosan újra tárgyal. Ez igaz egyébként minden önkormányzati szektorra. A feladatok és a felelősségi rendszerek átláthatatlansága és a folyamatos elszámolási vita önkormányzati szektor és másik önkormányzati szektor között, önkormányzatok és állam között jellemezte. Teljesen nyilvánvalóvá vált tehát, hogy az önkormányzati szektor sem alakult ki Magyarország újjászervezésének folyamatában. Ezért az év elején megalakult munkacsoport 4 éven keresztül végezte a munkáját. Erre nagyon fontos törvényre, az önkormányzati törvényre való ráfutás jegyében, és az egész tavasz több fordulós, nagyon komoly tárgyalásokkal zajlott a kormány, illetve a kormányzati képviselői és az önkormányzatok, így azon belül is a megyei önkormányzatok tekintetében. Egy fél éves munkaoktáv vagyunk, mely munkának június 14-én egy jelentős állomásához fogalmazunk, talán ennél is klasszikusabban mérföldkőhöz érkeztünk. A mérföldkő lényege, hogy a megyék szövetséget kötöttek a miniszterelnökkel. A miniszterelnök úr és a megyék történelmi megállapodást kötöttek, tekintetben arról, hogy eddig erre példa, legalábbis ameddig mi a történelemben visszaállunk. Ennek a történelmi együttműködésnek, vagy szövetségnek az emberek lesznek a nyelvesek. Rendkívül fontos, hogy ez nem rólunk önkormányzatokról, meg nem a politikumról szól, ez a megállapodásnak sokkal inkább az emberekről. Arról a szó, hogy amit a mi országnak egy előttem elmondott, hogy a területfejlesztési feladatok sem eurokonform módon zajlottak Magyarországon, a döntések túlnyomó többsége, 90%-a nem a probléma közel zajlott a legfontosabb európai alapelv szerint, hanem mondjuk ki a ágazati operatívokon is a központban Budapesten, és a regionális operatívokon is a központban Budapesten dőltek el. A területfejlesztés tekintetében az utolsó meccsvára így lett volna a vidék fejlesztésére, amit pedig végletesen és végzetesen elmondottak a szocialisták, alig tudta az új kormány valójában újra felélesztem. Így aztán a megye, aki rendelkezik a megfelelő tapasztalattal, tudással, mondjuk úgy, hogy védőként szolgálva már korábbi évtizedekben, talán én századokban is a vidék számára, rendelkezik mindazon képességgel, amelyeket felmárzák egy nagyon komoly új feladat végrehajtására, a területfejlesztés végrehajtására. Képesek a megyék arra, hogy munkahelyeket teremtsenek ezáltal, hogy ösztönözzék azt, beruházást indítsenek, és foglalkozzanak egyébként számos olyan dologgal, amivel nem tudom,